Rettenetesen sokat dolgoztam ezen a szövegen. Fekete komédia egy abszurd és drámai családregény próbáit kezdték el a Móri Zsigmond Színházban. Eltűnik az augusztus Oklahomában családfője, majd csak a holtteste kerül elő. A temetésre megérkezik három lánya, az összes hozzátartozóval. Jönnek a kívánt és nem kívánt találkozások, robbanás veszély. Súlyos és nyilvánvaló szenvedélyek sora, drog, alkohol, szex kiderül és jelenik meg a darabban, melyben a krimi és a szabadszájú nyers költészet stílusa váltja egymást. Ha jól össze akarom foglalni, akkor azt mondanám, hogy valamilyen szinten ez egy amerikai három nővér, összekeverve a Nem félünk a farkastollal. Tehát egy viszonylag bonyolult családi őrület, ami hát részszint vicces, részszint nagyon szomorú, de nagyon szép történet. Az eredeti címe az Osage County, ami egy megye Oklahomában valójában, és ezért is lett változtatták meg erre, hogy augusztus Oklahomában. Létezik belőle egy filmváltozat parádés szereposztással, Meryl Streep-től kezdve Benedict Cumberbatch-en át rengeteg nagy színész játszik benne. Szerintem azért is, mert a maga Tracy Letts is színész, tehát ismerhetjük a Homeland-ből, sok amerikai filmből, sorozatból láthattuk. Remek a szöveg. A filmet is maga az író készítette. Mégis ez egy színdarab, nem filmadaptációra készül a társulat. A Broadway előadás és a mozi is számos díjat hozott a produkciónak. Arra nagyon erős amerikai drámaírási hagyományra épül, mint mondjuk Olby és a hasonló nagy szerzők családtörténete. Hogy ebbe a térbe, aki bejön... Ondrasek Péter díszlettervező, háromszintes lakást tervezett, falak és ajtók nélkül, tehát a színész akkor is látszik, amikor nincs szerepe. A színház mindig felnagyít, eltúloz. Talán olyan ez a család, mint mi is lehetünk, vagy a szomszédok. A rendező számos családi szálat felvesz, párhuzamot felismer a karakterek megnyilvánulása és saját rokonai életében. Ahány karácsonyt én gajra vágtam a nagy családi asztalnál, vagy a faterom, vagy valaki, tehát amikor ülünk a karácsonynál, és az első fogásnál még iszonyatos béke van, és minden, és a harmadik fogásnál már valaki beszólt, hogy miért rosszul neveled a gyerekedet, mert mely nyúl bele a nem tudom mibe, és elkezdődik az őrület. Szóval szerintem ilyen értelemben magunkra fogunk ismerni, vagy én nagyon remélem, hogy igen. És talán ez lenne a lényege is, hogy azt a kérdést föltegyük, hogy jót csináljuk-e. Ugye végül is mégiscsak a család a legfontosabb kötelékünk, amiben abba születünk, abból halunk ki, abba vagyunk gyerekek, szülők, nagyszülők, felnőttek, kevésbé felnőttek, infantilis felnőttek. Jönnek a betegségek, fájdalmak, sérelmek, egymásra öntött panaszok és a kérdés, hogy kitörődjön az öreg szülőkkel. Nyilván aki maradt és nem ment el. Úgyhogy magunkra ismerhetünk bárhol a világon. Beverly Weston szerepében a vendég Kaszás Mihályt mutatta be a rendező Violetta felesége, Szabó Márta, három lány pedig Kuti Patricia, Kosik Anita és Friedrich Noémi lesz. A bemutató április 2-án várható a nagy színpadon.